Tehát valóban a 20. Év, 20. században jelent meg az igazi tudomány, és a legfontosabb dolog, amit a kabalisták kifejtettek, hogy amilyen mértékben mi előre haladunk, amennyire az igazságról beszélünk, amiről igazán beszél a bölcsesség, Hogy hogyan kell a gyakorlatban implementálni és alkalmazni az egységet és a. Tehát, és annyira meghallja ez valaki, amennyire ezt meghallja valaki. De még néha nehéz emlékezni is erre. Az ember az ember csak. Emelkedik és süllyed, hol rosszat él meg, hol jót. De nem igazából sovárog a jó, a jó dolgokra. Nem ezért, amilyen mértékben mi előre haladunk, akkor látjuk, hogy mi történik. ez vannak emberek, akik valóban jönnek velünk az úton, és vannak, akik pedig sajnos elbuknak, mivel a cél az nem könnyű. Tehát mindenféle miszticizmus, mindenféle egyéb bölcsesség, amit a kabala bölcsességén kívül találni lehet, a reinkarnációk, a szerencsemondók, egy ember választott mindenféle dolgok között, hogy felfedezze, hogy, hogy mi is a teremtő. Hogy ez egy tiszta adakozás. De hát mutassátok meg, hogy mi a jó benne. Akkor talán mi is megtesszük. Hogy... Tehát az emberek többsége az, az még adakozni is azért akar, hogy megszerezzem. Ugye, hogyha megmutatjuk, hogy ami a Tihában le van írva, például a felső erő megnyitása tekintetében a teremtmény felé, és bárhasználám ír erről, hogy naponta 7 levágna valaki a kezét, meg a lábát, hogy egyetlen pillanatra elérje annak az érzését, hogy a felső erővel valódi kapcsolatban van. mivel az ember nem is tud másra gondolni, csak arra, hogy hogy az értelem feletti hitbe emelkedni. Ugyanakkor elérkezne az adakozáshoz, hogy feltáruljon neki a hokma, és hogy aztán persze nagyon könnyen még mélyebb törésbe süllyed. Ezért az ember kollekciójának három oka van. Az első gyakorlatilag a gyökere a lelkének, amit resimónak nevezünk. A második az a fény, amikor valaki... az adakozás érdekében akarja ezt elérni. És aztán körülveszi őt a körfény, fény, és erre a körülbelül fényre vár az ember, és akkor van a megszerzési vágynak a resimója, amely egyfajta támogatást nyújt a megszerzésnek magának. És a megszerzési, megszerzési vágy az, az az kit teljes egészében megszerezni akar, és nem tud más resimokhoz kapcsolódni, vagy más szívek, szívben pontokhoz kapcsolódni, és ezért neki kell egy benyomást kapnia. Mert ilyen módon közelebb kell, hogy vigye a resimokat egymáshoz és ezek a resimók, akinek van szívbe pontjuk, azok egyre közelebb kerülnek egymáshoz, így ébresztik magukra a reformáló fényt. És van az egyéni felébresztés a reformáló fény által, meg az általános felébresztés a reformáló fény által. Az egyéni az mindig, az mindig lassan ébresztik föl a resimókat, míg az általános körülelő fény hatás az az mindenféle külső cselekedeteken keresztül, ami az embert elérik, kezdik az embert összekapcsolni a többiekkel, és ö, úgy ébresztik fel a fényt, egy olyan módon, hogy közben meg is reformálják az embert, mi ezek a resimók szintén töröttek. És ezen a módon nekünk három fajta resimónk van, egység, három dolgunk van, a resimónk az a a körülelő fényünk és az egységünk, amik mind szolgálják ezt a folyamatot. És amit valaki tud alkalmazni, nyilván a, a, valamilyen módon a testén keresztül, a vágyain keresztül, és ilyen módon ébreszti fel, és ébreszti magára ezt a dolgot. És ezen a módon tudunk dolgozni a legfontosabb dolog, hogy nem is az inspiráció, hanem az az állapot. Én bocsánat, az impresszió, hanem az az állapot, amit az impresszió okoz, és amely az közvetlen az elérés előtt történik, az az, elő, az, a, az az állapot a legfontosabb dolog. Tehát mert ez azt jelenti, hogy az értelmem és az érzelmem egy óriási fordulatot kezd el végrehajtani ebben az előzetes állapotban. Akkor most akkor olvasunk egy cikket.